Tamásiba, Olaszországból érkezett a bálákba kötegelt műanyag hulladék, hogy itt feldolgozzák és újrahasznosítsák majd. Az érintett vállalkozásnak megvoltak az engedélyei a munka elvégzésére, azonban csak a felhalmozásig jutott el. A cég tavaly október közepéig kapott határidőt, de az általa vállalt feladatot nem végezte el. A kialakult helyzetet törvényesen kell megoldani, amelynek eddig tartott az átfutási ideje, fogalmazott Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3-as számú választókerületének országgyűlési képviselője. Nem veszélyes hulladék, de tűzveszélyesnek veszélyes, tehát arra vigyázni kell, tehát az a legjobb, ha minél hamarabb innen elkerül, esztétikailag se egy szép látvány. A vállalkozó nem tartja be a vállalat kötelezettségeit, a hasznot a zsebre rakja, nekünk csak törvényes úton van módunk megoldani a problémát, és itt közbeszerzéstől határidők főszólítása, határidő, tegye meg a vállalat kötelezettségeit, annak megvárni a jogi határa, tehát ezek vitték az időt, de hál' Istennek ez 6-ával most már minden határidő jár, 5-én a végleges szerződés aláírható, és akkor 6-ával kezdődhet a munka. Ez nekünk kormányzati szinten az a érdekünk, hogy minél kevesebb anyag kerüljön lerakásra, minél több anyagot hasznosítsunk. Ugye ez is azzal a céllal volt behozva, hogy majd akkor a mostan megbízott vállalkozónk áttekinti. Csak az a legfontosabb, hogy innen, ami nem erre való telephely, leghamarabb elkerüljön. Ennek a költségét mindenféleképpen, tehát jelentős költsége van, azt szeretnénk bevasalni rajta. És neki egyébként azért, mert elhozta, azért biztos haszna is képződött. Van a hulladék kezelésre egy alap, amit a Steiner Attila úr segítségével, Palkovics úr, miniszter úr segítségével, államtitkár úr segítségével, onnan sikerült megszereznünk a forrást, csak ez biztosítja azt, hogy akkor a vállalkozó innen el tudja szállítani. Az eseményen Steiner Attila, az Innovációs és Technológiai Minisztérium körforgásos gazdaság fejlesztésért, energia és klímapolitikáért felelős államtitkár emlékeztetett, hogy a kormány Tisztítsuk meg az országot címmel indított programot az elmúlt években, amelyre már 8 milliárd forintot költött. Eredményeként pedig 300 ezer tonna illegális hulladékot sikerült elszállítani. Ez a munka folytatódik a jövőben is. Az országgyűléssel is fogadott már egy törvényt a tavalyi év során, ami meg fogja változtatni az egész hulladék gazdálkodási rendszert, annak érdekében, hogy minél nagyobb legyen az újrahasznosítási arány. Úgyhogy ez az egyik vonal, ez 2023 nyarától lesz majd érvényben ez az új rendszer. A másik pedig az illegális hulladékoknak a kérdése, ami már hát egy évtizedek óta velünk lévő probléma itt Magyarországon. Erre a kormányzat indított már különböző programokat, körülbelül 8 milliárd forintot költöttünk eddig erre a kérdésre, és hát van eredmény is, mert 300 ezer tonnányi hulladékot már sikerült elszállítani, de hát ugye még ezen kívül is van, és hát a másik probléma az az újratermelődés problémája. Az a baj, hogy sokan azt látják, hogy valaki elviszi a hulladékot, akkor oda kihordja, mert hát akkor majd valaki úgyis el fogja vinni. És ezt szeretnénk ezen változtatni, és hát már elkezdtük azt tervezni, hogy hogyan lehetne a szankcionálási rendszert sokkal szigorúbbá tenni, hogy tényleg legyen elrettentő értelme is a büntetéseknek a mértékének, hogyha valaki egy ilyen büntetést kap, akkor az egy tényleges anyagi teher legyen, és ne csak 1-2 ezer forintot kelljen fizetni azért, mert egy ilyen problémát kreált. Úgyhogy alapvetően ebbe gondolkodunk. Amúgy ezt mi úgy látjuk, hogy a lakosság is nagyon támogatja. Tavaly csináltunk egy zöld konzultációt, ezt 72 ezeren töltötték ki ezt a konzultációt, és ezt a kérdést föl is tettük a konzultációban, és a lakosság kétharmada amúgy támogatna nagyobb bírságokat, és körülbelül 22%, aki még ennél is tovább menne, és még szigorúbb szankciókat is támogatna. Úgyhogy mi úgy látjuk, hogy a társadalmi támogatottság az megvan e mögött. Hangsúlyozta, hogy létezik egy mobiltelefonos alkalmazás, amelyen bárki bejelentheti, hogy milyen kategóriájú és becsült nagyságú hulladékkal hol találkozott. Több mint 24 ezer felhasználója van, és alapvetően ez tényleg mindenki letöltheti az okostelefonjára, és ott talál ilyen illegális hulladék lerakatot, akkor az nekünk egy nagyon nagy segítség, hogyha lefotózza, megkapjuk a GPS koordinátákat, és onnantól már tudunk intézkedni, tudjuk, hogy körülbelül mekkora hulladék van, hol van, és milyen típusú hulladék van, mert ezt be kell jelölni az applikáció, hogy mit lát az ember, és akkor már eleve úgy tudunk készülni, és a hatóságok akkor onnantól tudnak intézkedni, hogy tényleg elszállításra kerüljön ez a hulladék. A város
alpolgármestere, Széles András elmondta, hogy a közel egy éves ügynek több lépcsőfoka volt. Volt egy, hogy mondjam, hírértéke, volt egy hangulatkeltő része, és abban a nehéz helyzetben vagyunk, hogy egy törvénytelenül idehozott szeméthegyet törvényes módon kell elvitessünk, és ezért tartott ez ilyen húzamos ideig, hiszen az előzményekről csak annyit, hogy az első lépcső az volt, amikor jegyző, mint hatóság megszüntette a beszállítást, utána pedig az engedélyeknek a visszavonása történt, és ugye ennek mindig a mindenfajta jogi hátterét biztosítanunk kell, a kézbesítéstől kezdve mindenfajta határidőt betartva. Ezek után ugye eljutottunk a hatósági eljárásban, hogy a kormányhivatal kötelezte a céget az elszállításra, nyilván ennek nem tett eleget, és a kötelezésnél utána ilyenkor életbe lép az, hogy helyette egy közbeszerzéses kiválasztás keretében a kormányhivatal elszállítatja ezt a szemetet, és a városlakóknak itt az ügynek úgymond vége van, hogy április 5-6-ától elkezd eltűnni innen ez a szemét, mindenki ilyen szempontból megnyugodhat, csak az a cég nem, aki ezt idehozta. Tehát az ügynek ilyenkor egy kevésbé látványos része következik, hiszen ez a kötelezésnek az a vége, hogyha ezt valaki elvitte, annak az összege, amiben ez került, azt a végtelenségig mennek a cég és annak tulajdonosai után egészen a falig, hogy a lehető legtöbb pénzt ebből bevehetsek, és ezt ne lehessen büntetlenül megcsinálni. Emellett pedig párhuzamosan zajlik egy rendőrségi eljárás is, amiről nyilván én most ebben az időpillanatban nem nyilatkozhatom, de ennek a büntetőjogi következményeit is vizsgálja erre szakavatott rendőrség. Hatósági eljárásból fakadóan a kormányhivatal, mint engedélyes hatóság kötelezte, tehát a városnak ilyen szempontból nincs. Eredendően se volt, mi pusztán egy terepengedélyt adtunk ki, ami ugye gyakorlatilag egy cseklista. Hogyha megvan a környezetvédelmi engedély, ha megvan mindenfajta hatósági engedély, akkor nem is tehettünk volna mást, akkor a telepengedélyt kiadtuk, de nyilván, ahogy az interjú elejében mondtam, az első ilyen lépés az az volt, hogy mind a beszállítást, és utána pedig a telepengedélyt visszavontuk. Az engedély azt tartalmazta, hogy idehozza ezt a szemetet, és utána egy különböző technológia segítségével ezt feldolgozza, és úgymond hasznos anyaggá alakítja, tehát újra hasznosított hulladékról beszél az engedély, a folyamatlánc is megvolt, tehát minden rendelkezésre álló dokumentum megvolt ehhez, csak hát ugye odáig nem jutott el a cég, pusztán csak a beszállításig. Április 6-át követően tehát megkezdődik a hulladéklerakó felszámolása, amely mennyiségénél fogva terheli a környezetet, rontja a városképet, és nem utolsó sorban zavarja a Tamásiban élőket.